Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés, de megvan arra is a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az 4000 forint. Tehát itt arról van szó, hogy mit fog tenni az ő következő lépése irányodba természetesen. Itt ez a hegy jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Ez lehet ugyan egy hegyvidék is, hogy ott él, vagy kirándul, szereti a hegyvidéket, vagy síelni megy például, tehát utalhat utazásokra, utalhat egy szép környezetre is. De ennek a sziklának van egy más jelentése is, amikor töpreng valami felett, mert vannak problémák és nehézségek, amit meg kell, hogy oldjon. Amit ez a szikla még jelenthet, az ő hideg-rideg tartása. Nem beszél nyíltan a terveiről, nem mutatja ki az érzelmeit, olyan, mintha egy fal lenne előtte, és nem tudod, hogy mit akar, hogy hogyan érzi magát. És most megnézzük azt, hogy milyen befolyás alatt áll ki, vagy mi befolyásolja őt, a külső hatás. Itt a kígyó látható. A kígyó jelenthet egészségügyi témákat is. Akkor ez a hegy jelenthet fogfájást, vagy hogy a csontozata fáj, ott vannak problémák, egy reuma például. Az is lehet, hogy orvosi kezelés alatt áll, és erről nem akar beszélni, ezekről a dolgokról. A kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat is, amikor szeretné ezeket a dolgokat lezárni, hogy maga után hagyja a problémákat, legyen egy új kezdet. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat is. Például, ha most ő kimondaná nyíltan, egyenesen a véleményét, akkor ebbe a sziklába ütközik. Nem tudja megoldani ezt a helyzetet, mert ez nehézséget vált akkor ki. De ha mellékutakon próbálja irányítani a dolgokat, akkor el tudja kerülni ezt a sziklát, és ez lenne a megoldás. Ez a kígyó. Lehet egy nő is. És ezzel a nővel neki problémái vannak. Ez lehet a felesége. Ez lehet az exje. Ez lehet az anyukája. Ez lehet a testvére. Ez lehet a kolléganő, vagy egy ismerős. Itt vannak még problémák, amit neki meg kellene oldania. És hogyan közeledik hozzád, az ő következő lépéseit látható. Itt látható a csevegés, a vidámság, a könnyűség, a kommunikáció. Tehát ő nem mutatja azt ki, hogy problémái vannak, hanem úgy tesz, mintha minden rendben lenne körülötte. Megvan a vidámság, a csevegés. És hogy viselkedj vele szembe? Itt ő fontos, ő áll a középpontban, és éreztesd ezt vele, hogy ő fontos számodra. Hogy fontos a kapcsolat, fontos a beszélgetés,
és mivel itt megjelenik, a könyv jelenteti a tudást, a továbbképzést, és hogy mennyire büszke vagy rá, mert olyan okos, képzett. Persze a könyv jelenteti a zárkózottságot is, amikor kérdezheted, hogy te megbecsülöd őt, felnézel rá, és adsz a véleményére, mert ő nagyon okos. De néha nem érted azt meg, hogy miért olyan zárkózott. Miért mutatja ezt a vidámságot, holott te érzed azt, hogy valami nyomasztja őt, hogy problémái vannak, és te meghallgatod a problémáit is. Ha ő akarja, akkor nyitott lehet veled szemben, és beszélhet erről, mert esetleg adsz neki egy tanácsot, vagy az is jól esik, ha beszél ezekről a dolgokról, és te tudsz neki segíteni. Tehát így reagálhatsz az ő következő lépésére. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!